Üdvözlöm kedves nézőinket, a Belépő című magazin műsorunkat látják. Lovasi András a Kis Csillaggal és Földes Eszter színésznővel a megszokott lemezbemutató turné helyett egy különleges koncertszínházi előadással érkezett Szegedre az Ifjúsági Házba. A Semmi Konferencia című produkció nézői nem csak Kis Csillag rajongók, elvégre ez nem egy hagyományos koncert, hanem egy önálló előadás. Szerethetik azért, mert színház, vagy azért is, mert lovasiék zenélnek. Vagy egyszerűen csak azért, mert jobb mindent tudni a semmiről, mint semmit sem tudni mindenről. És gondolnád rám, semmit nem hiszek, én a szóló konferencián. És te hoztál, és gondolnád rám, semmit nem hiszek, én a szóló konferencián. Lovasi Andrásék a koncertezés mellett műfajteremtésen is dolgoznak, ennek bizonyítéka a Semmi Konferencia, amit koncertszínházi produkcióként lehet a műfaj palettán elhelyezni. Földes Eszter, Lovasi András felesége rendezte az előadást. A színésznő és a Kis Csillag közös játéka során összefonódik a zene és a próza. A zenekarral közösen írt szövegekhez kapcsolódnak a dalok, magyarázzák, vagy tovább mesélik az adott szituációt. Szerintem az számít, hogy az ember, hogyha mondjuk eltölt 30 évet ezen a pályán, és én 30 éve csinálok zenekarokat, írok dalokat, lépek fel, koncertezek, próbálok kitalálni újabb és újabb dolgokat, az egy ilyen, az nyilván egy folyamatos munka. Tehát, hogy ennek vannak ilyen mérföldkövei, amikor lemezek jelennek meg, amikor egy-egy fontosabb előadáshoz érünk, amikor mondjuk összerakunk egy ilyen összetettebb dolgot, mint amit most fogunk játszani. Ezek ilyen fontosabb pontjai, de alapvetően azért az embernek éjjel-nappal ezen jár a feje tulajdonképpen. Bár azt szokták mondani, hogy hülyeség hazavinni a munkát, de mivel a feleségem és én is mindig ketten ilyen kreatív agyak vagyunk, ezért nagyon sokszor otthon is ezzel töltjük az időt. Ez amikor örömteli és nem a problémákkal való rágódásról telik, akkor kifejezetten jó, amikor a problémákat próbáljuk megoldani otthon is, akkor valószínűleg nem olyan jó, és akkor én néha szólok is, hogy most már hagyjuk abba, és menjünk el aludni. De hát ugye ez nem egy ilyen 8 órás munka, szóval, hogy ez ezzel telt az utolsó 30 évem, és nyilván meg kell tanulni. Inkább azt tanultam meg, hogy így ki tudom néha kapcsolni. Tehát, hogy tényleg egy kicsit eltelik, mondjuk elmegyek valahova, egy ilyen csöndes helyre, lehet ez egy nyaralás, de lehet ez egy mondjuk az is, hogy hazamegyek Pécsre egy picit, és akkor ott eltelik egy-két nap, vagy egy fél nap, és akkor már próbálom kikapcsolni ezt. Jó estét kívánok! Engem ma este Péternek hívnak, bármilyen furcsa, és azért vagyok itt, hogy elmeséljem önöknek, hogy hogyan szerveztem 11 évesen egy konferenciát. Egy konferenciát a semmiről. Nem egyedül csináltam, hanem egy barátommal, Jónással. Jónás egy nagy fa belsejében lakott, mint régen a remeték, egy viharvert katonai mellényt hordott, alatt egy pólót, amin angyalok úsztak felhőkön, de ez most tök mindegy, egy elnyújt kalapot, amit soha nem vett le, és a jobb kis ujján egy nagy karomb volt a köröm helyett, amit úgy használt, mint másik svájci bicska összes toldalékát. Épp csak látni nem tudott vele. Na, hát ő volt a legjobb barátom. Sőt, tulajdonképpen azelőtt nem is volt legjobb barátom, hogy meg nem ismertem. Az anyám nyughatatlan volt. Gyerekkoromban állandóan költöztünk városról városra, dobozokba volt mindenünk. Úgyhogy mire valaki szóba jöhetett volna, mint legjobb barát, mi már hús, ott sem voltunk. Jó, voltak mondjuk aranyhalaim, azokat szerettem, mert általában meghallgattak, mondhatni ideális barátok voltak.
a halakról, egyébként mindig az anyám jut eszembe, ő is pontosan ugyanúgy tudott hallgatni, mint azok. A színház és a könnyűzene ötvözete egy kisfiú történetét meséli el, aki a semmi fogalmának jelentését kutatja elszántan, hogy segíthessen szomorú édesanyjának. Földes Eszter egyedüli színészként játszik, bensőséges hangulatot adva a produkciónak. Bent a labdával a lábánál ült Jónás. Először rettenetesen megijedtem, mert azt hittem, hogy a zsákos ember. De aztán visszaadta a labdámat, és azt mondta, hogy ha nem félek, akkor jöjjek holnap is. Lovasi András idén tölti az 50-et. Szerinte zenészként ebben a korban a legnehezebb jó lemezeket készíteni. Pedig a Semmi Konferencia albumot az elmúlt évek egyik legizgalmasabb magyar lemezeként tartják számon. Lovasi azt mondja, okosságok helyett az számít igazán, ami hosszabban dolgozik az emberben, vagyis egy sors, egy emberi történet, egyfajta helytállás. A példamutató élet számára többet jelent, mint hogy valaki próbál valami nagyot mondani. Én a mondjuk úgy, hogy a rendszerváltozás vagy rendszerváltás terméke vagyok, olyan értelemben, hogy volt egy reményteli, hirtelen felszabadult időszak, ugye 87 és mondjuk a konszolidáció 91-92 között, amikor az akkori örökölt, ilyen szocializmusból örökölt struktúrák hirtelen fellazultak, és valószínűleg ennek köszönhető az, hogy éppen egy ilyen résen, a záródó ajtón egy ilyen résen még be tudtunk a nyilvánosság elé slisszolni, és utána bizonyos értelemben visszarendeződtek azért ezek az erővonalak a 92-93-94-be, főleg azokon a területeken, ahol a média hatalma jelentős. Aztán mostanra mi változott? Hát ez nyilván az illúzióm is kevesebb lett, de most mivel nagyjából ugyanazt látom, hogy hasonlóképpen látom fölép, vagy hasonló rendszert látunk fölép, hogy nyilván más ideológiával, mint ami annak idején az a szocializmusban, nyilván ugyanazt nem lehet visszaterelni, azt a palackot, vagy azt a szellemet a palackban nem lehet, vagy kétszer ugyanabban a folyóban nem lehet lépni, meg lehet még egy hülyeséget mondani, de tehát nyilván ez egy, mondjuk úgy, hogy dizájnját tekintve egy tökéletesen másik rendszeren er, de hát azért alapvető vonásait tekintve a hatalom technikai szempontból nagyjából hasonló, úgyhogy inkább azt mondom, hogy egy sokkal kevésbé reménytelen időszak ez a mostani, de szerintem ez nem vagyok egyedül, tehát ezt még nagyon fanatikus fideszesek sem gondolják azt, hogy annyira hűde lelkesítő a világállapot a jelen pillanatban. Jócskának mondanám, ami folyik. Úgy besétálnék közéntek, hogy hello a lényeg. Vagyok, nem is tudom, eddig még nem voltam itt. Ha tudtam volna, hogy ennyire nem keresem. Nem bújok annyira bonyolult helyekre. Akkor remélem végre azt kiáltanátok otthon. És rúgatnánk egymás felé egy tisztásonál. S én se csinálnám már, amit ilyenkor szoktam. Nem lennék pokolt, és nem lennék vastag kabát. Thank you.
és rohannánk egymás felé tisztásonál. Nincs se csinálnám már, amit ilyenkor szoktam, és nem lennék pokróc, és nem lennék vastag kövér. Akkor remélem végre, az kiáltanátok otthon, és rohannánk egymás felé tisztásonál. Volt egy ilyen kegyelmi időszak, ami szép lassan megváltozott. Tehát én azt gondolom, hogy én mondjuk olyan szempontból szerencsés vagyok, hogy én a fiatal éveimet egy viszonylag kellemes, alakuló, fortyogó, béna, de azért pont amiatt, hogy azt gondoltuk, hogy jobb lesz, amiatt egy reménytelőbb időszakba töltöttem, most szerintem még a fiatalok sem gondolják azt, hogy annyira hűde jó lesz a következő néhány évük. Szerinte a hazai értelmiség sem készült fel erre a politikai szituációra, az illiberális rendszerre. Mint mondja, kellenének olyan fórumok, ahol érdemes megszólalni. De kinek hiányzik manapság, hogy elmondja a véleményét? Tette fel a kérdést Lovasi. Mi még ilyen sok szempontból kis halak vagyunk ahhoz, hogy ez érdekes legyen. Az minden esetre egy árulkodó jel, hogyha mondjuk amúgy is ezt a közép generációt bizonyos értelemben a médiában is, akár, és ez nem pártfüggetlen média, hát mondjuk úgy, hogy divatos fikázni, hálás dolog fikázni, vagy hálás dolog feldobni valamilyen negatív konstellációba, egyszerűen azért meg kattintást generál, tehát hogy gondolj arra a repülőkoncertre, vagy a Kis Tibi utolsó alindás izéjára, teljesen ártalmatlan megnyilvánulás szerintem, de hát mekkora vircsaft lett belőle. De mindig szóval, hogy az elég szomorú, hogy művészeti vagy kvázi művészeti teljesítménytől függetlenül a hab tetejére ilyen szánalmas dolgokkal lehet így felvergődni. Igazából inkább azt érzi az ember, hogy tök mindegy, mit csinált. A srácok arról dumálnak, hogy menjen a francba. Mindenki, de most tudjuk a táncot. A rótátos lányok és persze a srácok. Elállnak a pénzből, azért az fénynek. A lányok jönnek, ha vége van az egésznek. És elviszi a menedzserét másik helyre őket. Igen, tudnám, jól hallottad, elviszik a nőket. Hagyjuk már tényleg, felállni meg a végre, persze, ott a kell, ott a legjobb kicsit, felőtt kell.
mi valamilyen módon lelkesek vagyunk, nyilván van egy közönség, amelyik valamilyen módon ezt követi. Én azt gondolom, hogy a mi közönségünknek egy jelentős része külföldön van, ezt bizonyítják azok a kis pár turnék, amiket nagyon kvázi mondhatom, hogy sajnos sikeresen abszolváltunk az utolsó 2-3 évben, tehát tényleg, ahogy szokták mondani, London, Budapest után nekünk például szerintem a második-harmadik helyen van nézőszám szempontjából. Ez is mutatja, hogy az a generációnak az a része, amelyik valamilyen módon exportképes munkaerő volt, az tett is erről, és hát én is csak szomorú dolgokat tudok mondani, de azt tudom mondani, hogy a legjobb barátaim, a gyermekkori ismerőseim, és kicsit így egyedül is érzem magam, úgyhogy amikor mondjuk Pest közelébe költöztem, illetve mondjuk Pestre tett át a zenekar a székhelyét végképp 2 évvel ezelőtt, akkor tulajdonképpen nagyon kevés dolgot kellett otthagynom Pécsen, és ezt sajnálom is, hogy sokkal előbb otthagyott engem mindenki, már hogy azok, akik így a fejemben fontos helyen voltak. És hát ez szerintem egy ilyen generációs alapélmény. A sírva vigadás kultúrája sajátos magyar lelkület, és ettől nehéz elszakadni, véli Lovasi. Szeretjük az összeesküvés elméleteket, vagy azt fejtegetni, hogy mi lehettem volna, ha. Ez szerinte rendkívül lelombozó. Tele vagyunk a vélt kudarcaink miatti visszacsatolással. Azok az illúziók, amik valamilyen módon bennünk voltak 87-88-ban, hogy na most aztán csatlakozhatunk egy olyan világhoz, amelyik sokkal vonzóbbnak tűnt a vasfüggönyön innen, mint amilyen valójában volt. Ez is egyrészt illúzióvesztéshez vezetett, másrészt meg hát ugye csatlakozni csak úgy lehet valamihez, hogyha fejben is csatlakozunk. Tehát azért az, hogy ezeket tehát a politikai elitet, azt, hogy most itt tartunk, azt végül is a rossz reflexeink, vagy hát akkor nem minősítem, a reflexeink választották ki, a kulturális választásainkat, tehát minden olyan választásunkat, ami nem feltétlenül politikai választás, az végül is az ösztöneink, reflexeink szerint
tesszük, sajnos, egyre kevésbé tudatosan, inkább hagyományokra, családi tradíciókra, ha vannak ilyenek, ilyesmire alapozva, de hát azért az utolsó 100 év magyar szempontból egyáltalán nem volt egy diadalma, mert gyakorlatilag nincs olyan generáció, akin nem gázoltak volna át különböző vagy cséplőgépek, vagy tankok, vagy valamit, tehát hogy azért nagyon, nagyon kevés olyan magyar család van, akinek a családi emlékezet, és nem a nemzeti emlékezet, de az mondjuk nem tragédiák sora, és nyilván ebben sokszor önigazolás is van, vagy családi sorsigazolás, de nagyon kevés sikertörténetünk van, és ezek a sikertörténetek is mindig idézőjelben vannak téve, összeesküvés elméletek árnyékolják be, tehát nem tudunk mit kezdeni igazából a sikerrel sem az egyéni, sem a vállalkozó sikerrel. Hát egy olyan országban, ahol tulajdonképpen nem éri meg az a fajta mentalitás, amivel nagyjá lett annak idején a nyugat, az a fajta szabadság, a szabadság illúziát sokszor megadó, de sokszor még akár kis körökben meg is valósuló szabad vállalkozás, az, hogy tehát az amerikai állam, hogy jó vagyok, jövök, megcsinálom, energikus vagyok, ötleteim vannak, és ezt valamilyen módon a társadalom nem csak hogy tolerálja, hanem jutalmazza is. Amíg nem történik meg az, hogy Magyarország ilyen társadalmi közeg tud lenni, addig soha nem leszünk sikeresek. Nem kérdezni, hogy mi van, mi van sem, semmi van, bekapott, ha nem is tudom, valami, ahogy nincs bajom, csak te lennem, az az üveg kóra, ahol hiába kiálltak, nem jön ki van. A népszerű énekes illúziói megfogyatkoztak. Szerinte csak ábránt, hogy azok a dalok, amiket írt, bármin is tudnának változtatni. Pedig sokak számára mindmáig nemzedéki bálvány Lovasi András. Tényleg inkább azoknak az embereknek próbálok megfelelni, akik együtt dolgozom, meg a feleségemnek, meg a szüleimnek, meg a gyerekeimnek. Tehát én leginkább nekik szeretnék kevés csalódást okozni. Szomszéd kisfiú, én vagyok! I'm gonna make it.